Yes. Mit jelent számodra a Whiteboard Project? Nekem a családom, konkrétan. Itt lehetek önmagam a leginkább, itt érzem magam a legjobban ebben a társaságban, és nem is kívánhatnék jobbat. Sok szeretetet, befogadást, összetartást, egyszerűen, amit itt eddig, ugye, amióta ismerem ezt a brigádot, szerintem csodálatos dolog, ami eddig megtörtént, ami megvalósult. És én egy például nagyon hálás vagyok így a Whiteboardnak, mert hát végül is valahol el kell kezdeni, ugye szokták mondani, open deck, ilyesmi, és nekem az volt a nagy belépőm, hogy open deck, és akkor most azóta itt vagyok, és én nekem ez az egész közösség, tehát tényleg inkább egy közösségről lehet beszélni, ez nagy erővel bíró és nagy jelentőséggel bíró számomra, mert sajnos, vagy nem sajnos, egyébként nagyon kevés ilyen formáció van Magyarországon, ahol tényleg ugye a kevésbé nevesebb DJ-k is lehetőséget kapnak, úgymond, kibontakoztatni a tudásukat, vagy éppen a nem tudásukat, ezt mindenki döntse maga. De hogy tényleg lehetőség van arra, hogy így élvez, tehát hogy zenélhessenek, és valaki tényleg lehet azért csinálja, mert élvezi, valaki azért, mert tényleg van hozzá tehetsége, és a Whiteboard erre lehetőséget ad, és ez szerintem tök szuper dolog. Bár amúgy... Atya úristen! A tökéletes közösséget, a tökéletes zeneszerető közösséget. A körbenéz az ember, igazából ennél a csapatnál éreztem azt, hogy igazából a zeneszeretetéről szól minden. Mint zenészek is kedveljük egymást, szeretjük egymás munkásságát, nagyon szívesen hallgatjuk egymás szettjeit, és egyébként a közösségi táborunk is ilyen, ugyanúgy le tudnak velünk pacsizni, illetve nagyon-nagyon direktek vagyunk, nagyon közvetlenek vagyunk egymással, úgyhogy nekem ezt az igazi közössége. Hát... az a baj, nincs jó szó. Azt tetszik nekem az, hogy téradás, és pont ez, hogy nem az van, hogy ki honnan jött meg, mit csinál, hogy úristen, akkor milyen kontaktok, meg ilyesmi, hogy zenész? Gyere zené! Ó, ez jó, gyere, csináljuk! És akkor megy tovább minden. Hát első körben, ami eszembe jut az, hogy egység, fejlődés, hát, a Unity and Diversity. Uh-huh. Ez így gondoltam az egységre, hogy legalábbis nekem bárhova is mentünk, mindig egy olyan kézzel tapintható hangulatot tudtunk teremteni, hogy az, ahol nem tudom, hogy ez a csapat ereje, vagy a zene ereje, vagy egyszerre a kettő, valószínűleg ez lesz az, de szerintem ez a legnagyobb dolog. Tehát meg ez jelenti számomra, hogy egy olyan hangulat kiépítése bárhol is, ami máshol nem megtalálható.